főleg kezdő sofőröknél veszélyes az, hogy egy hamis biztonságérzetet ad a vezetőnek. Csak egyetlen alkoholos ital, csak egy pillanatra kicsatolt biztonsági öv. Ennyi is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baleset, a baj, és szinte alapjaiban kell újra tervezni az életet. Hangzott el a sodródás címet viselő perszimuláción. A Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban szervezett elképzelt büntetőjogi tárgyaláson a szexuális törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai működtek közre. Mindig is érdekelt így a jog, már gondoltam is rá, hogy jogi egyetemre menjek, ám ezt elvetettem. De maga az előadás szerintem nagyon hasznos volt sokunk számára. Többen vannak úgy, ugye így az alkoholfogyasztás miatt, akiknek ez szerintem hatalmas segítség volt. Igazából ugye így a jogosítvánnyal kapcsolatban is, illetve a KRESZ szabályait is ismertették velünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen tájékoztatást kaptam, szerintem ez nagyon hasznos így a jövőnkre nézve. A perszimulációt Andódi László törvényszéki bíró koordinálta, aki folyamatosan megállította az eseményeket, magyarázta azokat, és kérdéseket tett fel a diákoknak, ezzel is érthetőbbé tette az eseménysort. A közel 2 órás programot a fiatalok végigfigyelemmel követték. Mi nem azt próbáljuk bemutatni, ha ezt csinálod, akkor ez lesz a következmény. Erről is beszélünk, de nem ez van a fókuszban. Arról van, az van a fókuszban, hogyha ő neki van egy élete, a jog tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy megéljük az életünket, szabadságunkhoz, a tulajdonunkhoz, az egészségünkhöz. Ez mindenkinek a sajátja, és erre nagyon kellene figyelni, és ezzel mindenkinek jó kell sáfárkodni. És ha innét nézzük, akkor azt mondom, hogy kap egy ilyen nagyon személyesebb, egyéni színezetet a dolog. A rendezvény célja a diákok jogi ismereteinek bővítése és a bűnmegelőzés volt.